A Csonka János által tervezett első magyar motoros járműveket 1900. november 17-én állították forgalomba. Ekkor indult útjára a magyar automobilgyártás. A legnagyobb autógyáraink, a Csepel és az Ikarus gyártmányait a külföldiek is elismerték, amely gépkocsik még a dzsungelben is helytáltak. Majd az ágazat hanyatlása után most ismét rohamléptekben fejlődik az autóipar Magyarországon. Megérkezett hazánkba az Opel, a Suzuki, az Audi és a Mercedes is. Az autógyártás egyik fontos és egyben utolsó szakasza a fényezés. Most ismerjük meg a festékszóró és fényező szakmát egy autófényező tolmácsolásában. Magát a szakmát azt 6 éve végeztem, de amúgy már kiskorom óta szerettem volna ezzel foglalkozni. Ugye hát már a kis autókkal én is ugyanúgy elkezdtem játszani, mint a többi kisfiú. Megfogtam egy autót, és akkor ugye én is úgy karamboloztam velük, így össze, tehát játszottam velük, és hát mindig megpróbáltam szebbé tenni őket, hogy ne legyenek olyan csúnyák. És már ez így igazából kiskoromban kialakult, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Pont ezért szeretem, mert ez változatos. Igazából, amikor csak csiszolásokat végzünk, akkor szokott hiányozni a fényezés része, de utána, ugye, amikor fényezés van, akkor meg szokott hiányozni a csiszolás. De igazából mindegy, mert mindegyiket szeretem csinálni. Az autófényező a különböző felületekre védőrétegek felvitelét végzi festék és lakszóró berendezések működtetésével, ezzel megadva a járművek végleges megjelenési formáját. Feladatai közé tartozik a kezelendő felületek előkészítése, azaz a zsír és egyéb szennyeződések, valamint a rozsda eltávolítása csiszolással. Ezt követi a felületvédelem, ami tisztító vegyülettel történő lemosást vagy bevonást jelent, valamint korrózió elleni védelmet. Majd a járművek festése, a lakk és egyéb védőbe vonat felvitele következik. Ez esetben fontos tudni, hogy a gyártás során a végleges szint avagoló gép segítségével viszi fel a szakember a védőbe vonatokat, míg a javítás folyamatában a színárnyalatokat maga keveri ki. Végül a munkafolyamat utolsó szakaszában pedig biztosítania kell a felületek megfelelő száradását. Egy autófényező szakember legfontosabb gépi eszközei közé tartoznak a festéktöltő színkeverő automaták, a festékkádak és tartályok, amelyek segítségével elkészíti a festéshez a megfelelő mennyiséget és színárnyalatot. A különféle szárítógépek szintén alapeszköznek számítanak, hiszen ezek biztosítják, hogy a felvitt szín és védőburkolatok a száradás során ne szennyeződjenek, illetve ne sérüljenek meg. A kézi eszközök közé sorolhatjuk a hibák kijavítására szolgáló és a szennyeződéseket eltávolító csiszoló eszközöket, amelyek felületükben igen eltérőek. A szín- és védőburkolatok felviteléhez pedig szükség van különféle ecsetekre és a kézi festékszórókra. Az autók fényezése során olyan anyagokra is szükség van, mint például a festékoldószerek, amelyeket a kezelendő felület tisztításához, illetve az eszközök tisztán tartásához használunk. Szükség van még a korrózióvédelemnél használt vegyi anyagokra, valamint a felületek végleges színét adó festékekre és lakkokra. Hát az egyiket azt a gittezelési fázis után használjuk, ez alapozó pisztoly. Ez adja meg az alapozó réteget és az fényezésnek az előkészítését. Utána kell a fényező pisztollyal fényezni, ez a fényező pisztollyal az alkalmas a festék, illetve a laknak a felvitelére is. Tehát ez egy sokkal kisebb fúvókamérettel rendelkezik, és ezzel már tökéletes végeredményt lehet végezni. Egy autófényezőnek a feladatok szakszerű ellátásához elsősorban technológiai és műszaki ismeretekkel kell rendelkeznie, amely ismeretek azonban könnyen elsajátíthatóak. Másodszorban pedig a pontos és minőségi szakmunka kivitelezéséhez szükség van még jó kézügyességre, térbeli gondolkodásra és nagy figyelemre. Fontos, hogy a munkáját felelősségteljesen végezze, valamint képesnek kell lennie csapatban is dolgozni. Hát az első lépésként mindenféleképpen egy állapotfelmérés lesz az autón, és az állapotfelmérést követően egy karosszélakatos kezd el az autóval foglalkozni. A karosszélakatos az kiegyengeti az autót, és ezt követően lesz a fényezőnek vele már csak dolga. Ez az alapozás ez megtörtént, ezt egy finom csiszolással kell még ezt a felületet előkészíteni a fényezésre, és a felületnek az előkészítése után jöhet a fényezés. Tehát minden fényezésnek az alapját az adja meg az előkészítés. Ott nem is végezhetünk jó munkát, hogyha nincsen meg a megfelelő előkészítés. A munkavégzés fizikai igénybevétellel és megterheléssel jár. A vegyszerekkel, illetve a különböző összetételi festékekkel való folyamatos munkavégzés fokozott légzőszervi igénybevételt jelent. Az autófényezéshez használt anyagok és eszközök nem szakszerű használata akár súlyos sérüléseket, egészségkárosodást is okozhatnak.
Az autófényező munkája közepesen nehéz fizikai munka, amelyet részben szabad van, részben épületen belül végez. A szakma gyakorlása jó látást, épp színlátást, teljes látóteret, térlátást, épp hallást, jó egyensúlyérzéket, a kar, kéz és az ujjak fokozott használatát kívánja meg. A képzésben való részvételhez általános iskolai végzettség szükséges. Bizonyos egészségügyi követelményeknek, mint például épp színlátás, térlátás vagy egyensúlyérzék meg kell felelni. A járműfényező szakképesítés megszerezhető szakiskolában és felnőtt képzésben is. A képzés végén járműfényező szakképesítés szerezhető, amellyel például az autófényező, dukkózó, felületlakkozó munkakörök tölthetőek be. A járműfényezői tevékenység rokon szakmai közé tartozik még a galvánfestő, a nikkelező, a polírozó és a zománcozó is. Hát egy autófényező az attól lesz szerintem jó, hogy mindenféleképpen, hát a szakmai elhivatottság mellett, tehát szeretni kell ezt a szakmát, szeretni kell az autókat, és hogyha valaki ezt tényleg ezt kerül odafigyeléssel teszi, akkor ebből jó szakember is válhat belőle. Hát szerintem azt teszi jó autófényezővé, hogy megvan a szakmai elhivatottsága ezzel a szakmával kapcsolatban, illetve hogy van benne művészi hajlam erre a szakmára, ez eléggé fontos ehhez, én úgy gondolom. Törött autók azok mindig lesznek, úgyhogy erre a szakmára mindig szükség lesz. Egy autófényező keresete átlagosan havi bruttó 130 és 180 ezer forint között mozog. A piacon az autófényező szakemberek iránt a betelepült autógyáraknak köszönhetően az utóbbi időben megnőtt a kereslet. Azonban az autógyárakon kívül a kisebb autószerelő és fényező műhelyek is kínálnak állás lehetőségeket, vagy akár vállalkozóként is folytatható ez a tevékenység. A munkabér több tényező befolyásolja, elsősorban az alkalmazó cég nagysága, tulajdonosi köre, másodszorban az alkalmazott iskolai végzettsége és tapasztalata. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.